A következőkben a víz felszínformáló munkáját fogjuk modellezni. Először a csapadékvíz felszínformálását nézzük meg. Ehhez egy kirúgatott palackot veszünk, ez fogja szolgáltatni nekünk az esőt. Mielőtt még elkezdenénk önteni a vizet, készítsünk egy olyan hegyet, aminek lesz egy meredek és egy enyhe lejtője. Most ezt fogjuk elkészíteni. Ugye úgy fogjuk megcsinálni, hogy az egyik lejtője legyen meredek, a másik enyhe. Ugye itt felém lesz most a meredek lejtő, ugye itt a meredek lejtő, és itt fogjuk elkészíteni az enyhe lejtőt. Így. Nézzék így. El is készült a meredek lejtő és az enyhe lejtő. Fogjuk a palackot, egy főzőpohárban vizet, palackba fogjuk önteni a vizet, és közben úgy tartjuk a palackot, hogy mind az enyhe, mint a meredek lejtőre jusson a vízből, és meg kell figyelni, hogy mi történik, milyen munkát fog végezni a víz ezen a hegyen. Esik az eső, tessék megfigyelni, hogy hogyan folyik le a két Figyeljük meg a víz munkáját. Milyen sebességgel folyt le a víz az egyik és a másik lejtőn, miközben öntöttük? Mit láttatok? Igen, a víz valóban az enyhe lejtőn sokkal lassabban folyt le, nem is jutott olyan messze, nem jutott le a hegy lábáig, és ha megnézitek, széles felületen folyt le, és igazából nem is tudta magát belevájni a homokfelszínbe. Ezzel szemben, ha megnézitek, a meredek lejtőn gyorsabban lefolyt, eljutott a hegy lábáig, és csatornákat vájt a homokfelszínbe. Mit gondoltok, miből adódik ez a különbség? Ez a különbség abból adódik, hogy a meredek lejtőn a víz sebessége nagyobb, munkavégző képessége is nagyobb, bár csapadékról van szó, tehát lehulló cseppekről, akkor is ugye nagyobb energiával tudnak lefolyni a felszínen, szemben az enyhe lejtővel, ahol nincs akkora munkavégző képessége a víznek. Amit még meg lehet figyelni, hogy mivel csapadékvízről van szó, nagyobb felületen egyenletesen pusztítja a felszínt.